Mika, mondjál a követőnek, rajongónak valamit, anélkül, hogy nekünk csak libikébe szétdobod a tesztedet. Nézd meg, hogy gyönyörű idő van, mindenki itt van, süt rád a nap, érted? Neked nem, neked így kire? Halló, bonjour, 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 jó reggel, ki az ágyból? Francia testvér anyáim, ha-ho, 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 nézd meg, anyuka, már elutaztak a olaszok, milyen jó a növényzet, te. Ha jövök át, ha luccolok, oda is, jó a kaszpod, anyám, hát nálunk is pozgászvirág, arra van eszed. Sanyika, egy percet adjál, és viszlek le tégedet, jó, és akkor megyünk le, de meg kell csinálnom a reggelimet, jó nézel ki, várjál már, olyan idegben vagyok, mert tudnélik most, képzeld el, hogy az én Pupos Filip, Sanyika, most a Pupos Filipről beszélek, nem rólad. Pupos Filip szemeltem, és egy kis lőren, csak ez hideg volt. Ezt nagyon jól tudod melegítésre használni, nem kell ide mindenféle mikrobély. Én kérlek szépen erre fogom berakni, tudod, ez a krumpli meg a izé, látod? Nézd? De egyébként be tudod állni, nem kell neked ezt használni, ha te ez nincsen gusztusod, át tudsz jönni simán ide, utána ezt megnyom, figyelj, látod? 180, az tökéletes megint, átmész ide, tehát meg kell nyomnod, így tudsz váltani, most nem indult el, mondom, itt van, megnyomod, és úgy, nem, és most rátekersz, látod? 10 percre, ez egy kis Loren. 10 perc, 180 fokon, és indítom. Látod? Ennyi az egész, és utána meg fogod te aztat látni, millió a program rajta, halál jól meg tudod sütni, az előbb meg, várja, megmutattam neked, mert nem figyelel. Kikapcsolom, újraindítom. Így is simán. Ez amikor a fagyasztóból felveszed, igen, és én mondjuk ilyen potétozra sütöm, és automatikusan néz, beállítja. Látod, ő így magától beállítja, és utána ki is fogja lökni az időt. Figyeljed csak. Tartod a vonalat? Követ, fú, nagyon jó ez a idő. És ja, és nem kell hozzá olaj, de mondom, sütni tudsz vele halat, krumplit, csirkét, minden. Én most speciál csak a kis lohán megmelegítésére használom. Járjál, most löki be a hülyességet, jó? Figyelem? Sanyika! Pipike, mindjárt viszlek le, egy percig ne aggódjál. Egy percig ne aggódjál. Felhős az idő, muci, hát... Pif, látod? És ő 160 fok, 23 perc, ez nekünk sok lesz, úgyhogy ezzel nem hagyom, de egy 10 percre benn hagyom, és akkor megmelegszik, figyeljél. De várjál már, na már isteni, jó, le is járt, már kapcsolod is ki, már érzem mindenhol a illatot, óriási anyukám, drága követő, rajongó, már is lököm ki magamnak, érted, egy kis Loren, óriás kis Loren teszünk, jó nézünk. Na? Akkor te ezt így akarod, hogy beágyasztunk, te meg ott puposítod magad? Sanyika, púp vagy? Hát én direkt beágyazom, és te neked meg ennyi a feladat körül. Jó lenne, ha kidugnád a fejedet, jó pofa vagy. Hát ezt nem hiszem el, Sanyi. Sanyika, lököd ki a testet, rongyolunk le, jó nézel ki. Követő rajongó, bocsáss meg, már Sanyit lehoztam, most rongyolok a csajokért, érted? Mert megyünk be, rongyolunk Nizzába, ne idegeskedjél. Ja?
Hát meg kérlek szeretett és a legnagyobb tisztelettel fontos az info, tudjad, ma van szeptember 8-a, Méri napja, Mária nap, Marcikának az névnapja van. Úgyhogy gondolom millió és egy Marci ismerősöd van, úgyhogy ne felejtsd el, hogy egy szál harangvirág, más nem mit adhatok. Így kívánok néked nagyon boldog névnapot. A Máriáknak millió egy a Mária. Ja, és kezeld el! Ja, és ami még már szeptember 8. Én milyen jó nézek ki, ragyogok, nézel? Én Katila, hallod? Milyen focis? Rányuká 2008, Eurofoci. Figyelj, a mai napon 1636. szeptember 8-án alapítják meg a Massachusetts-t, kiszer tudod mondani, nem is kell neked, Cambridge, de nem a angilali, hanem a amerikai Massachusetts-i Cambridge-be, a Howard Egyetemet, érted? Az előkelő, a pupos, a tényleg a superior, a creme de la creme Howard. Majd ezzel kapcsolatban van egy nagyon vicces sztorim, hogy úgy alapítják meg egyébként ennek hatására majd a Stanfordot Kaliforniába, ami most majdnem a világ első, vagy nem tudom hányadik, de na, elég pupos helyen van a Stanford, érted? Na taka, megyek a csajokért, Mária nap van, boldog névnapot, akkor minden Máriának, Mariskának, Mérikémnek millió csóklete, Szilágyi Marcikámat Szegeden milliószor csókolom, betisztelem, böböcsülöm, imádom, szeretem, mindjárt be is teggelem a Szilágyi Marcikát, mert az egy csúcs egy. Bonjour, bonjour, drága követő, rajongó, a csapatom, a csoportom az már ott van, mindenkit kérek előre, szeretettel köszöntelek. Nizza városában vagyunk, a dél-francia kis gyöngyszembe, kapaszkodjál meg, és kérlek szépen most elviszem követőt, rajongót Nyugat-Európa egyik legnagyobb, sőt az egyetlen, sőt a legnagyobb ortodox templomába fogol te jönni az öreg Cilával. Figyelj ide nagyon rám, jó, jó nézel ki te is, meg én is, jó pofa vagy. És most kérlek szépen, ez a templom 1900, de most mind ezt folytatom, most ez nem tartozik még rád, majd a végén kapaszkodol. Íme, itt vagyunk, nézed meg, a Bulvár Czarewiczen kell lejönnöd, és itt láthatod kiírva itt a Bulvár Czarewicznél a Katedrál Rüst. Regardez. Na most kérlek szeretettel, hát ez onnan indul ez az egész történet. Először is ugye, amit Anna Maria és Marci, először is ezt te tudod, ugye, hogy az angoloknak, az angol nemességnek nagyon kedvelt helye volt egyébként a francia kodazűr. Aztán később, 1800, mit tudom én, 60-70, valahogy így, második Sándor cár ellátogatott Nizzába, amikor már volt railway, addig nem jött anyukám. Mikor jött a vonat, akkor azt mondta, hogy akkor megnézem. Megnézte, és azt mondta, tetszik nekem, és onnantól kezdve, érted, hogy az második Sándor cár azt mondta, hogy ez jó néz ki, elkezdődik itt a munkát. Tudod, és itt a 1860 szuvenír, annyit nem tévedtek. Na most, és akkor elkezdik ugye építeni ezt a templomot, mondom, Nyugat-Európa legnagyobb ortodox templomáról beszélgetünk, kérlek szeretettel. Na és aztán később ugye második, addigra már a Czarewicz ugye cár volt, és második Miklós nevét viseli a templom, és 1912-ben fogják fölavatni ugye magát a templomot. Várjál, már nem látod rá. Nézd meg, Marci pózol, egyem a szívét, imádom édes Marcikámat. Avatják föl magát a templomot, és ugye hát ez egy nagyon fontos helye az orosz arisztokráciának, hiszen annyit jártak ide, és olyan népes számmal voltak itt anyukám, hogy kellett nekik, hogy valahol így beimádkozzanak. De hát látod, hogy van San Remo-tól kezdve mindenhol ortodox templomok, de ez a legnagyobb, és te már jövöl is be velem egy pillanat alatt. Ezek azok a bizonyos ikonok, amikről neked tudnod kell. Itt van a orosz testvéranyáink is. Bonjour, és sajnos nem lehet eredetileg videózni, én semmit nem tudom. Úgyhogy anyukám, sunyiba vagyok a templomban, mert már ránk szóltak, de mondom, akkor is megmutatom követőnek, rajongónak. Hogy csak ennyit, akkor ennyit. Szállatok alatt ránk szólnak majd, de most azért mutatok egy oltárt, egy ortodox oltárt.
Anyukám, ez egy gyors vizit volt a tényleg a helyes házaspár részéről. Csoportomat kérem. Szóval itt vagyunk, érted, Szent Nikolá templom, semmi köze nem volt anyukám, ez a második Miklós, ez egy percig azt gondoltam. Egyébként David Green volt az építész, egy orosz építészről beszélünk, aki ezt itt megalkotta. És mondom, szentesítik, vagy hogy mondjam, felszentelik, na, felszentelik a templom. Tudod, aztán felszentelik a templomot 1912-ben, és aztán nagyon aktív élete volt ugye itt mindenkinek, ugye főleg az orosz arisztokráciának, tehát hogy ez egy nagyon aktívan működő templom volt. Nem, azt szerintem márvány. Je crois, de. És akkor ja, mondtam ugye, hogy David Green volt az, aki egyébként, ez egy orosz építész, szentpétervári építész, és ő az, aki megalkotja. Jöttek meg. Most amikor te innen elnézel erre, itt látsz egy kis szapelt. Na most ez a kis szapel, kérlek szeretettel, ez Nikola Alekszandrovics nagyherceg, vagyis Cárevics emlékére építi az édesapja, aki 20 éves korában, kérlek szeretettel, agyvérzésben meghal. Itt van maga, ugye maga Cárevics, a nagyherceg, és az ő emlékére építik ezt a kápolnát, szapel, hát ez kápolna magyarul. Alekszandrovics, ide van írva. Ez, szerintem ez az Alekszandrovics, szerintem. De tudod, hogy elég gyenge az oroszom. Elég elmaradtam. Pedig annak idején te. Krakadzsil, dzsil, 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 tolkája, szjolézsú. Budj szigdá, budj itt szance, budj szigdá, budj itt nyébe, budj szigdá, budj itt máma, budj szigdá, budujá. Hát ez volt az oroszom. Na nézd meg, ott van ugye a megváltó, és akkor itt van egy tábla, amely megemlékezik arról, és köszönetet mond, hogy ez a katedrális elkészülhetett. Azt mondja, cette cathédrale a été édifiée grâce à la sollicitude et à la générosité, mindegy, generozitája, tehát a második Miklós cár nagylelkűségének, és a Dőszon Augustmer, L'Imperatrice, nekik köszönhetik, és kérlek szépen ezt a táblát november 17-én, 1912. november 17-én emelték, tehát akkor nyitja meg kapuit, felszentelve a templom. Drága a követő rajongó, Boulevard de Cárevicsnél van, gyere Nicába, Marcikát fotózom befelé. Követő rajongó, berubbantunk a Galerie Lafayette-be, gyugyantásra, jó nézzel kell, mit gondoltál még? Gondoltad, majd szopingolunk? Nézzek, hogy milyen feszönben vagy, nézzek. Hát egy ilyen almazöld Balenciaga, nézzé, pumával ötvözve, kihagyhat kell, mint az oxigén, mondom mindig neked. Na most figyelj már, Chloe. Halló, Chloe, te vagy az? Jó vagytok? Szanelka? Szanelka, te jó vagy? Hát Szanelka nem hallom. Szanelka volt valamelyik celebanyám kutyája, nem? Nem úgy hozták, hogy Szanelka? Egyem a szívi. Mondjósz a plaszmászéna, hallod, hogy kiabálnak? Hallod, halá Köln, nézzek, rájuk van írva, hogy Köln, Kölnöz, Beme, egy FC. Szóval lényeg az, hogy te mindig tudod számítani a szurkolóidra, bármi van anyukám, figyelj, hát bármit, kicsit félszeled őket, kapnak tőled egy jó néhány stadiont anyukám, és te már puposítol, érted? Politikázba, hát nézd meg. Halál Kölnbe szurkolnak, meccs lesz most itt a izébe, a Nizai stadionba. Szurkolják, kapol stadion tőlem, csí, anyám. Szurka, Cilla is nagy szurkolós, nagy, fú, én fradista vagyok, tudod? Ezt mondtam? Nem, mi? Én sem tudtam, most sem van most eszembe. Na, és nézzek, mit hagynak, tehát egy Pride-on azért nem hagynak ennyi szörös üveget maguk után. Arany gyerekem. Nézzek, az egy Pride-on nem így néz ki. Most eljövök ide, hát egy pillanat alatt lelakják Nizzát, muszáj, hogy behozzák, nézzek, mit hagynak magukra? Szörösszek, hát német szurkolok anyukám, Kolonyból, hát mit gondoltál? Te, most ezt nem érzed, de a szökőkútnak sörszaga van, nézzek, mert beleöntögették, nézzek. Kultúra, kultúra, nézzek, arany szurkoló testvéreim, mondom, hát kicsit megmondod nekik, kapol egy stadiont, és jövöl, megy el, amerre látol. Nézzek, mit hagynak maguk után. Te,
A Pride után láttál ilyet? Nem, mi? Hát, de franc az egészben. FC Köln. De ki a másik? Ja, azok nem lehetnek itt, mi? Nézd meg! De aranyosak! Lerobbant, tudod, te azért Németországot nem szabad így lerobbantani, mint Franciaországot. Meine Liebe, meine Liebe. Na, anyám, jó van, most ha kijön, bejövünk az öreg városba egy ebédre. Szóval azt kell látnom, te a múltkor Madridban voltunk, akkor meg az Angela Liból voltak ott, szurkolók, ugyanígy nézett ki minden. Szóval, ez, te, a futballszurkoló, úgy látom, hogy international. Ők is nézek, Ribak, jó étvágyat, Podolski. Jaj, az egy játékos lett a Podolski. Érted? Szóval az van, hogy ő nemzetközileg mindegyik ilyen, érted valószínűleg? Szóval föl vannak készülve rendőrtestvér anyámék is néznek. Meg jövök be. Ott mondta, hogy csuldigánk, Podolski már odébb van. Szóval, hogy ez rendbe puposítanak ők.